Az elmúlt évek során felújított Mofetta az 1978 és 89 közötti időszakban volt igazán kihasználva, akkor sokan rendszeresen jártak ide különböző betegségeik kezelésére. A rendszerváltás után azonban az épület leromlott, végül néhány évvel ezelőtt a Borvizek útja projekt részeként a székelyudvarhelyi városvezetés közbenjárására került be a felújítási tervekbe. Mostanra az ingatlant modernizálták, viszont még mindig nem zajlik benne semmilyen tevékenység. A polgármester hivatal azt szeretné, ha ismét visszakapná régi fényét és funkcionalitását a Mofetta. Az elmúlt években a polgármesteri hivatal Hargita megyei tanáccsal közösen a Borvizek útja projekt keretében a Szejkét megújította. Most úgy néz ki a folyamat, hogy az elmúlt évben be kellett volna fejeződjön ez az egész pályázat. A Hargita megye tanácsától még nem kaptuk meg azokat a dokumentumokat, amelyek alapján a polgármesteri hivatal át tudná venni az egész Mofettát, valamint az egész építkezést. Ezért az elképzeléseink szerint, reményeink szerint idén már egy úgymond egészségügyi központot tudnánk létrehozni. Tárgyalások el is indultak a városi kórház vezetőségével, ők lennének az adminisztrátorai, de ahogy említettem, várjuk ezeket a dokumentumokat egyelőre. Egy Európai Uniós finanszírozásnak, valamint a Hargita megyei tanács koordinálásának köszönhetően mára már egészen másképp tárul a Szejkére látogatók elé, mint néhány évvel ezelőtt. Parkolásra alkalmas terek, ízléses, a tájhoz illő köztéri bútorzat, fapadok és szemetes kukák a térkővel borított sértányok, új és modern köztéri világítás a felújított ásványvízforrás. Szejke fürdő elérkezett ahhoz, hogy egyik legfontosabb állomása legyen Székelyföld turisztikai útvonalában, azonban a 14 székelyföldi település turisztikai infrastruktúrájára irányuló projektnek már több mint 2 éve be kellett volna fejeződnie. A közbeszerzéssel kapcsolatos gondok miatt csúszott a kivitelező konzorcium, így egyelőre nem lehet tudni pontosan, hogy a Szejkefürdői beruházás hivatalos átadása mikor lesz, így azt sem, hogy mikortól kapja vissza ismét rendeltetését a Mofetta.